Music Expo 2017. A Hangszerpláza standján vagyunk ismét. Nem soká Fender bemutató következik Benkő Zsolti főszereplésével és a Fender hangszerek főszereplésével természetesen. Zsolt, hogy érzed magad az idei expón? Hát, ha lehet azt mondani, boldogabban, mint máskor, mert enyém lett ez a gyönyörű darab, és pont ezt kell bemutatnom, úgyhogy ez a véletlenek szerencsés egybeesése, úgyhogy minden eddiginél boldogabbnak érzem magam. Mesélj egy pár gondolatot magadról, mi újság van veled mostanában zenészként, mi történik veled? Hát az egyik legnagyobb dolog, hogy az idén 10 éves Garda Benkő duó Quartetté alakult, és Garda Benkő bandként lemez készítünk, illetve elkezdünk koncertezni az országba, ahol ez a gyönyörűség is velem lesz. Zenefüleinknek, tehát hamarosan Fender bemutató Benkő Zsoltival. Tartsatok velünk! Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt itt a Hangszerpláza színpadán. Ezt a gyönyörűséget szeretném bemutatni nektek. Őt úgy hívják, hogy Fender American Professional Series Stratocaster, ami látszólag teljesen megegyezik a Fender eddigi gitárjaival, valójában azonban néhány apró különbséget elrejtettünk a képen, találja meg a különbségeket című játék van. A felépítése, a méretei, a súlya tulajdonképpen megfelel egy vintage Stratocasternek. Juhar nyak, rózsafa fogólap, égerből van a test, és amik picit eltérőek, három dologba tudnám nagyon markánsan megfogalmazni. A nyak profil, ami egy úgynevezett Deep C profil, aztán az elektronika, ami vintage modifikált pick-upökből áll, ami azt jelenti, hogy egy teljesen új koncepció van a Fendernél. Tim Shaw pick-up guru olyan nyaki hangszedőt készített, ahol kettes és hármas alnikójú mágneseket rakott egybe. A középső pick-upnél kettes és ötös alnikójú mágnest, a bridge pick-up pedig ötös alnikójú mágnesből készült. Ez jelentős különbség az eddigi Stratocasterekhez képest. Ezen kívül cuppantós a kar, már nem tekerős, tehát bármikor egy mozdulattal, egy határozott mozdulattal be lehet tenni és ki lehet venni. A bundok azok keskeny, de magas bundok, ezek a narrow bundok, és az ötös állásban is fog a hangszínpotméter, tehát ugye... Ezzel tovább bővülnek a Stratocaster felhasználásának a lehetőségei, illetve van benne egy úgynevezett treble bleed, ami azt jelenti, hogy a magas tartomány változatlan lesz alacsony hangerőnek. We'll be right back.
Köszönöm szépen. Tehát eléggé széles spektrumon lehet használni ezt a gitárt, akár funky, jazz, progressive rock, kemény rock, blues, mindenféle country, mindenféle irányzatban javasolt. A teljes szériát megcsinálták ezen az American Professional néven, tehát Telecastertől kezdve Jaguar, mindenfajta, sőt a basszusgitárokat is, Precision Bass, illetve a Jazz Bass is elkészül. A szériára jellemző, hogy egészen érdekes színeket találtak ki, új színek vannak a Fendernél. Ez, amiben én nagyon beleszerettem, ez az antik olív, vagyis egy olíva zöld, egy ilyen antik zöldnek minősül. Úgyhogy nagyon érdekesen reagál a színpadi fényeknél, különböző színei vannak, meg a szobába is, meg minden. Úgyhogy ha esetleg valaki jól áll anyagilag, akkor szobadísznek sem utolsó, ki kell tenni állványra, nagyon szép, helyettesít egy fikuszt. Egyszer összegezve nagyjából az újdonságokat, egyszerre vintage és egyszerre modern ez a Stratocaster. Igazándiból az elektronika, ennek a különböző alnikójú pick-upök vagy mágnesek társításának köszönhetően nagyon felharmonikus gazdaggá teszi a hangszert. Az új deep C nyak nagyon játszhatóvá teszi, nagyon kényelmessé teszi a hangszert, és egyébként a két pontos tremoló nem újdonság. Tehát ezek a dolgok, a kulcsok, csontnyereg van felül, ami a kiemeltebb szériákra jellemző. Tehát ezek a fajta ilyen mixek kiadtak egy nagyon új, nagyon mai Stratocaster, tehát ez egy 2017-es kiadású hangszer, és az egész szériát el lehet érni a Hangszerpláza üzletbe, a Rákóczi úton, amit ugye egész évben látogathattok. Egy gyönyörű nagy Fender fal van ott, érdemes megnézni, ott fog lógni az ő utódja vagy testvére is. Ő már az én szobám falán lóg, úgyhogy őt már nem adom.